Egy kiló. 16. Az asztal. Az a jó, uram, azt vegyem, hogy ilyen vasat nem csinálom. Én ezt szeretném megvenni, csak az azt, hogy nem megvenni. Mennyit az? 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 De szépen van a főző! Mondjuk... Ilyet nem láttam, mióta a fejedbe szólt a füvet. 16 kiló. Kezdnek izgulni egyébként. Már én mindjárt rágyújtok be. Hány kilós? 15. Abbár 1000 kiló. Várjál, együtt egy... Én szeretnék mérni egy pálinkát. Mondod, várjál, pálinkát. Pálinkára mondta, azt mondja 15 kiló, ő mondja, hogy 10. Mennyi van nálad? 10.000 kiló, jó, tesszük. 15 kiló, tehát mind a piacon. 15-öt mondtál. 15 van nálad? A testvérek között is ingyen van egy ilyen. Nagy ítéles van a viszont. Na ez az van. Várjál. Kérdez, ez csak kérdés van. Megmértünk 15 kilót. Konektor 15 kilót tétel. 18 000-ért? Hol a Goldino? 15 000. De akkor iszunk egy pár. Ki volt? Jó, jó, jó. Jó. De most 20-as testvérek között. De most nézd! Várjál! Nem rottam, csak a bátyámat dicsérem, hogy ilyen jó. Az a baj, hogy... Hallod, csülök is van már! Az a baj, hogy... Egy ezresét lehet csak megfordítani. Ja, az már négyszer megfordult, várjál, az már négyszer. Add ide egy húzasét áll. Nem, én egy húzasét elviszem. Nem, nem, de különálló vagy. Egy húzasét áll. Nem, vendég van. Add egy húzasét áll. Különálló vagy, köszönjük szépen. Nem, nem, különálló. De nem, vendég van itt állunk, vendég van itt állunk. 15. Add tényleg elviszem egy húzasét. Niki! Niki! Vendég van nálunk, nem? Niki! Mennyi? Mennyi a végig? Baszatom, az asszonyok a kérdeztek, hülye van! De ezek most miért beszélgettek? Várjál! De ezek miért beszélgettek? Ne beszélgess meg! Ki van fizetve? Ki a fontos? Mennyit fizettél? Tíven van! De most megbeszéltek nélkül? Volt részletek, ugye mi? Nem van itt, az erre hozom sem, jó? Nézd, hogy megbeszéltek nélkül, mennyi? 5000 forintot hozom. Ki fizetted? Mennyit adtál? Mindegy. Hát de nem mindegy. De mi megbeszéltünk, hogy ezt kidobtad. Most már ötöttek egyért. Akkor elkelt?
Mennyiért? Nem az a lényeg. Hol van Jánka, gyere. 60 ezeret, mennyi? Hát ez egy kis süldőmalac. Szép barna. Hát figyelj, rágyújtok. Hogy egy pillanat rágyújtok. Mire? Neutára. Gyönyörű. De hol a zene? A zene, meg van a kaló zenése. Mondjuk, magukat nem eszünk meg azt egy este. Hát az biztos. Ő? Dehogy ne. Hányzor nem vegan? Nem vegás vagy. Isten nem. Őriz. Super!
annyi kérdés van. Azért csalapinták Erdélyből, Hargita megyéből, Székelyföldről, Székely-Szentegyházáról, mert vannak a finta testvérek heten fiúk, és ők szentegyháziak, és mivel hogy finták, Finta, Sándor, Pali, a többit nem sorolom fel, a többi testvérek, hát csalafinta, csalafintaság az ugye a székely, hogy mondjákból ered, milyen csalafinták meg a székely furfangból, és akkor így találtak itt szerintem közül. De hát csodálatos, hogy itt lehetünk köztük, a magyarok és a székely testvérek között, a finták és a csalafinták, Isten áldjon meg mindenkit, erőt, egészséget, hát ezek békességet. Ezek a finták Székely-Szentegyházáról, Hargita megyéből.